reggelt kívánok! Ma egy elég nehéz dologról fogunk tanulni, vagyis hát végülis nem is olyan nehéz, majd eldöntitek. Ez pedig a szenvedő szerkezet, más néven pedig a passzív. Ugye itt a 10-es A leckét kezdjük el. És ott látod is, hogy passzív, be plusz past participle, ugye ez a képzése, tehát itt a létige és az igének a harmadik alakja, ez a past participle, ez a múltidejű participium, ez a V3. Tehát itt mindig a be-t, be-nek a megfelelő alakját és az ige harmadik alakját fogod majd használni. Meg hát az angolok is, meg az amerikaiak, meg az új-zélandiak, meg mindenki, aki beszél angolul, ezt teszi. Na, amit most el fogok mondani, az most egyelőre csak egy ilyen bevezetés lesz erről a témáról. Most ez a szenvedő szerkezet, ez egy szerkezet, de nem egy igeidőt fogunk tanulni, hanem igazából csak annyit nézzünk meg, hogy mi történik, hogyha megváltozik az angol mondatban a szórend egy picit. Ugye, tehát nem igeidő, tehát itt majdnem minden igeidőben, tehát nagyon sok igeidőben használhatjuk ezt a szenvedőt. És akkor nézzük, ugye itt most amit ma megtanulunk, az a jelen idejű, ugye a present passzív, illetve a past passzív, tehát a jelen idejű és a múlt idejű, tehát az egyszerű jelen és az egyszerű múlt idejű szenvedő szerkezetet fogjuk mai órán megnézni. Hát először is, amit látszott, present, ugye be, ugye azt néztük, hogy a be és a ige harmadik alakja, hogy a be jelenidőben az m, iz és r-ra változik, plusz v3, vagy past participle, ugye van egy állító, egy tagadó és egy kérdő mondat, ez a kevláról van szó, amit az ilyen rendőröknek a páncéljában használt anyag, a tipexről, amit nagyon régen használtak, ez egy ilyen írógépeknél, hogyha valamit elrontottak, akkor ezzel javították, ilyen kis kenegető, ilyen hibajavító. És kérdésben pedig a disposable nappies, az eldobható pelenkákról van szó. És az állítás az, hogy Kevlar is used to make bulletproof vest. Tehát Kevlart használják, hogy milyen álló, ez a lövésálló, egy golyóálló mellényeket csináljanak. És szó szerint lefordítod, hogy a kevlár van használva, hogy csináljanak golyóálló mellényeket. Ugye ez a used, az ott a use-nak a harmadik alakja, ugye tudod, hogy a nem rendhagyó igéknél, vagy a szabályos igéknél, ugye ugyanúgy néz ki a múlt idő és a harmadik alak, tehát used, 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 ugye itt most a harmadik alakú use-ról van szó. Tagadás, hogy a létigét tagadod le, tipex isn't used very much today, ugye manapság már nem igazán használják ezt a tipexet. És a kérdésben pedig hát annyi történik, hogy a létigével kezdődik a mondat, hogy ez egy eldöntendő kérdést, are disposable nappies used all over the world? Ugye ennyi történik a kérdésben. Múltidő az nagyjából ugyanez, kivéve annyi, hogy múltidejű létigét használunk, tehát a was és a were-t, de hát az, hogy past, ugye was, were, plusz past participle, de egyébként ugyanúgy néz ki, ugye itt a dishwasherről van szó az állításban, the dishwasher was invented by Josephine Cochrane, ugye a mosogatógépet Josephine Cochrane találta fel. Windscreen wipers, az az autónak, amikor esik az eső és beindul, most nem jut eszembe a magyar neve, mosó, vagy mi az a szélvédő takarító, vagy milyen a lapát, mindegy, szélvédő lapát, mindegy. The windscreen wipers weren't invented until 1903, vagy 1903, hogy ezt nem találták fel egészen 1903-ig. És a kérdésben, hogy most szerencsére most már nem egy eldöntendő, mert a jelen időben egy eldöntendő kérdésünk van, most pedig most már egy kiegészítendő. When was the washing machine invented? Mikor találták fel a mosogatógépet? Na, hát jelen időben, meg múlt időben most már tudjuk használni, de hát felverőben ez a kérdés, hogy mi a franc ez, mire jó ez az egész. Hát most van tényleg nagyon röviden egy ilyen picike magyarázat, aztán majd ezt így egyre jobban elmélyítjük. Az első fekete pöttyöcskét nézzük meg. Kicsit elmosódott talán majd, ha úgy gondolja, akkor igen.
You can often say things in two ways, in the active or in the passive. Te gyakran mondhatunk dolgokat kétféle módon, aktív vagy passzív szerkezetben. Van egy aktív mondat, Josephine Cochrane invented the dishwasher. Most az aktív mondat az annyit jelent, hogy ez a kétféle szerkezet van az angol nyelven, az aktív és a passzív, hogy az aktív az annyit jelent, hogy valaki csinál valamit. Alany, állítmány, tárgy. Josephine Cochrane az alany, invented az állítmány, the dishwasher az pedig a tárgy. Mi történik a passzív szerkezetben? Ugye a tárggyal kezdjük, most ezt tényleg nagyon leegyszerűsítve mondom, hogy előre jön a tárgy, the dishwasher, was invented by Josephine Cochrane, ugye ez pedig a passzív szerkezet, tehát hogy előre kerül a tárgy, egy létige, az ige harmadik alakja, és ugye utána pedig by-jal hozzá lehet tenni az alanyt is bizonyos esetekben. Ugye azt már az előbb mondtam, és észre is vetted, hogy az első invented, tehát ez a Josephine Cochrane invented a dishwasher, ez egy múlt idejű invented, mert ugye invented, ez pedig már egy harmadik alakú invented, tehát mindig figyeljetek, hogy a szabályos igéknél, ugye ez az ed, ez lehet múlt idő is, meg harmadik alak is. De ugye ez az invented, ez most egy harmadik alakú invented, és előtte a was mutatja azt, hogy itt egy múltidejű igéről van szó, vagy múltidejű mondatról van szó. Na most mind a két mondat, ugye ez a Josephine Cochrane invented a dishwasher, és a dishwasher was invented by Josephine Cochrane, mind a kettő tök jó mondat, de mi a különbség? Hogy ezeknél a mondatoknál, amikor by-jal kitesszük az alanyt is, ugye igazából csak a focus, tehát a focus ezt jegyezzük meg, hogy in the active sentence, the focus is more on Josephine Cochrane. Tehát, hogy az aktív mondatban a fókusz, tehát a, mondjuk a hangsúly, az Josephine Cochrane-en van. Tehát mondjuk olvasol egy, nem tudom, egy leírást, Wikipédia, megnézed a Josephine Cochrane szócikket, és akkor azt látod, hogy ő találta fel a mosógépet, vagy mosogatógépet. In the passive sentence, the focus is more on the dishwasher. Tehát a passzív mondatban, amikor előre hozod a tárgyat, ugye azon van a fókusz, tehát mondjuk most akkor a mosogatógépről olvasol egy szócikket a Wikipédián, és ugye azt látod, hogy the dishwasher was invented by Josephine Cochrane. A mosogatógépet Josephine Cochrane találta fel, egyébként egy tök jó dolog, belevakoljuk a cuccokat, és hogy elmossa nekünk ezeket. Tehát igazából itt annyi, azért használtuk a szenvedőt, mert fókuszba hoztunk valamint, ugye hangsúlyosra akarjuk tenni a mosogatógépet. Hát ugye ez az egyik használatom. Itt ugye tudjuk az alanyt, ugye ismert az alany, itt Josephine Cochrane az alany, és azt láthatod, hogy by-jal tettük oda hozzá. Illetve a másik fontos használata, you can also use the passive, vagy akkor is használjuk a passzívot, szenvedő szerkezetet, when it isn't known or isn't important who does or did the action. Tehát akkor nem ismerjük az alanyt, vagy pedig nem fontos, hogy ki csinálta mondjuk ezt a cselekvést. Akkor azt mondod, hogy my car was stolen last week, ugye az autómat ellopták múlt héten, nem tudom, hogy ki az alany. Igen, és ugye Volvo cars are made in Sweden, meg egy jelen időben, hogy a Volvo autókat Svédországban gyártják, itt meg nem fontos, hát ugye valószínűleg a munkások ott gyárszalok mellett, ugye ők, de nem fontos. Itt az a lényeg, hogy a Volvo autók azok Svédországban készülnek. Ugye magyarban sokszor többes szám harmadik személlyel jelezzük ezt, hogy akkor automat ellopták. Ugye, és ugye az ők, tehát ugye magyarban ezt igazából sokszor ezt a többes szám harmadik személy mutatja, hogy nem tudjuk, vagy nem ismert az alany. My car was stolen last week, ugye ez múlt idő, Volvo cars are made in Sweden, az meg jelen idő, és mindenket látod, hogy mindenket a harmadik alakú igét, hogy mindig harmadik alakú igét használsz. És végül, use by to say who did the action, ugye by-jal tudjuk, hát a ágensnek hívják, de ugye tehát aki az alanyt belerakni ezekbe a mondatokba. The Lord of the Rings was written by Tolkien, ugye a gyűrűk urát Tolkien írta. Ugye most a gyűrűk urát hoztuk fókuszba, és ugye Tolkien pedig oda tettük mellé, hogy tudom én, az volt a feladat, hogy a gyűrűk uráról csinálja egy beadandót, és akkor ezt látod, hogy The Lord of the Rings was written by Tolkien.
Na most röviden ennyi, aztán majd még bonyolítjuk ezt.